Tegnap lejárt a gépjárműadó második részletének befizetési határideje. Aki elmulasztotta a befizetést, még pótolhatja. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjármű adó bevételi számláról szóló dokumentumok kézbesítése áprilisban befejeződött. Országosan mintegy 3.200.000 gépjármű üzemben tartó érintett, ennyien kaptak elektronikusan vagy a postástól személyesen átvehető hivatalos iratot. A gépjárműadó második részletét szeptember 15-ig kellett befizetni a 410-es adónemhez tartozó 132-000-01-07-91-60-as számú NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Banki átutaláskor a közleményrovatba az adószámot vagy az adóazonosító jelet kellett beírni. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem, vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni, tájékoztatott a NAV. A tájékoztatás szerint, aki pénzforgalmi számla nyitására nem kötelezett, az fizethet banki átutalással, a levélhez mellékelt csekken, az elektronikus fizetéseket és elszámolásokat biztosító arrendszeren, az EFR-en keresztül, szintén átutalással, vagy akár az ügyfélszolgálatokon bankkártyával. Ha valaki esetleg elveszíti a csekket, akkor legegyszerűbben a NAV honlapján igényelhet újat. A pénzforgalmi számla nyitására kötelezettek kizárólag belföldi pénzforgalmi számlájukról átutalással rendezhetik a befizetést, közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Karcag Televízióval.